Anyway, red guy. I'm talking to you. When you fight the Giganto boss, hogy kell mondani, Giganto boss fight, you, hogy kell, hogy mondjak, hogy you just suck your dick, igaz? Ugye? Suck your dick. Miközben ment a Giganto boss fight, akkor orgazm, right? Orgazm? Did it? Meg volt? Ah, igaz, jó. Betörésről készítelek fel. Lesz majd egy bug. Titánnál 30 FPS ez, de ha hírt bekapcsolod a blurt, akkor elmúlik a gond. Minden megint 60-ban megy tovább. Azért ez elég érdekes. Ki be kell kapcsolgatni, hogy egyszer ki meg aztán be. Menjünk oda fel. Angolban egyébként sok esetben jobban megértem a dolgokat, mint kimondani. Kimondásképpen nem nagyon vagyok egyébként otthon az angolban ilyen téren. Angolt, hogy megérteni, megértem, tökre jól, viszonylag jól, viszont beszélni kell, kicsit nehezen jutnak mindig így elsőre így azonnal eszembe a szavak egyébként. Aztán így írva egyébként sokkal egyszerűbben tudok, mert akkor azért van időm kitalálni, hogy mi micsoda. Mint hogyha azonnal kell mondani valamit, akkor kicsit így beakadok azért. Beakad a lemez. Le kell majd okézni, és aztán minden jó lesz. Aha. Ez érdekes. Ez valóban érdekes. Nem tudom, ti egyébként, hogy vagytok az angolra ilyen téren, hogy ti jobban tudjátok esetleg kommunikálni vele, mint megérteni. Én pedig jobban megértem, mint kommunikálnék vele. Vagy mint kettő is. Vannak ezen emberek is. Szerintem te Zsolt, szerintem te folyamatosan tudsz angolul, szerintem. Én levettem szavaidból. Szerintem te nagyon kened vágod az angolt. Új párod van, azt mondja. Mi a geszi? Na mindegy. Ez a baj, nem tudom, hogy csak PC vagy konzol is van. Nagyon idegesítő. Nekem B2 vizsgám van. Mondjuk az nem rossz. Én csak alapszinten tudok egyébként angolul. Nekem csak az alaptechnikák vannak, vagy nekem alapjártasságok vannak számomra meg. Nekem te egyébként te hogy állsz az angollal? Te mondtad azt egyébként, hogy neked nagy nehézséget jelentett az angol tudás, vagy a tanulás, vagy te nem tudtad ott tanulni konkrétan angolt iskolába. Mondjuk én se tudtam ott konkrétan tanulni. Én is ilyen magánórákon tudtam tanulni egyébként angolt, mert iskolában nem volt hát lehetőségem. Jó kis falonkutás. Ez az átmények a mindenen. Ez a baj, nem tudom, hogy csak... Ja, igen. Igen, így a... Középfokú társalgási szint. Ugye a sok játék és a film pluszban sokat segít fejleszteni. Hát persze, ez is segít egyébként sok esetben. Mondjuk nekem... Hiába egyébként sok játékkal játszottam már egyébként értem, de annyira sokat nem tudtam egyébként a fejleszteni magamat. Így a angol tudásba. Hát az nagyon simán meg volt egyébként. És az a baj, hogy tényleg ez van, hogy megérteni, nagyon sok mindent meg tudok érteni, és tényleg úgy írni azt konkrétan tudok, és faszán,
De a társalgási szint nekem az, ami nagyon nehezen. Hát mondhatnám már valamilyen szinten azt, hogy az értelmezés az már talán ilyen középfoki szinten talán már spúrolja. Viszont a társalgási szint azért alapszintű. Meg volt az első pályának ebben az Aris Islandben. Ja, vagy most nem is olvastam el, baszki, hogy melyik pályák voltak neked a kedvenceid. 1-2, 1-3, 1-4, 2-1, 2-1, vagyis akkor ez, amit most volt, 2-5, 2-7, 3-1, 4-2. 1-7 azt megértem, 1-2-t is megértem, 1-3, még volt az 1-3-os. Most már is fejtettem hirtelen, de azt hiszem sejtem, hogy melyik volt. Nekem egyébként szerintem majdnem mindegyik kurvá tetszik, de egyébként, de hogy nem... Persze vannak, amik jobban, amik kevésbé, de mindegyik úgy tetszik maga módján. Nekem úgy nyelvérzékem is van. Ez némileg más. Pofátlan előnnyel indultam az életben. Na látod, ennyi. De hát ez is. Legalább tudod kamatoztatni ezt a előnyt bizonyos körletekben, bizonyos részletekben, bizonyos pontokon. És elmehetünk az első káosz szemreáthoz, szóval gyakorlatilag itt is úgy van, hogy össze kell gyűjtsük a káosz szemreádokat egyébként itt is. Csak hogy majd aztán menjünk majd a jó kis újabb boss fight hozzá. Hi, hallod? Mindig nehezen hiszem el, hogy ezt megcsináltuk, ezt a... Eljutottunk ehhez a fighthoz. Elérkeztünk, hogy átéltük, hogy megélhettük ezt. Hát nem titka, amikor volt ez a... Mikor... Még annó, még tavaly... Akkor még nem streameltem, nem tértem vissza a streamelésbe, akkor... Még mikor játszottam ezzel a játékkal, akkor... Nem titka, akkor írtam, hogy Ed is... Ez a fight is közrejátszott ahhoz, hogy bazdeg, ez olyan epikus, hogy bazdeg, ezt meg kell mutassam az embereknek. Meg kell mutassam a világnak ezt a fightot, bazdmeg. És ezért is akartam mondani, akkor ebben egy Sonic franchise mindenképp lesz. Mert úgy lesz az igazi. Na most csak úgy elkezdtem volna ezért Sonic Frontiers, bazdmeg, hogy semmitből, az milyen szar lett volna. A csóért megyek, ágyban bújíthatom Kristófot, nem tud aludni ilyen lámpája nélkül. Ha nem benárhád, akkor jó éjszakát mindkettőtöknek akkor. Álmodjatok szépeket kettesben. Köszönöm szépen, Erhard, hogy itt voltál. Egyébként ahhoz hívva, hogy egész sokáig itt voltál. 11 óra van. Ahhoz, hogy azt mondtad azt, hogy 10-ig szoktál, 10-kor szoktál aludni menni. Elég jó. Elég sokáig bírtad. Köszönöm a Frontin streamet. Na, én köszönöm szépen. Én köszönöm, hogy itt voltatok. Szépséges jó éjszakát. Egyébként az 1-3 az volt, mire azt mondtam, az End of the World-re hasonlít a zenét. Ja, igen. Még az tényleg jó, az tényleg jó. Igen, mert sokszor egymás után mennek a pályák, most egy kicsit így nehezen. Nem mindig emlékszek az összes pályára, így konkrétan így számilag. Teljes egészében, hogy a legemlékeztesebbekre emlékszek igazándiból. Uha. Van valami itt a környéken. Íííí! Mi van itt? Egy újabb titán? Na mi van itt te? Mekkora vagy te? Te szép macska vagy te, Sanyi. Még nem is tudom teljesen kontrolni. Felébreszhetem, most inkább, hogy izé... Hogy téged vegyen célba. Wyvern. A zene ugrott be. A Wyvernnek a zenéje az bazd meg. Nekem talán az a kedvencem. Nem mondom, srácok, hogy élmény volt. Ebben László, jó éjszakát neked. Nem kell aggódj, több ilyen baszó boss fight nem lesz a mai streambe. Ez csak ilyen kis felvezetés. Íííí, te. Megbaszódunk. Az úgy jó.
Szerintem sok gyűrűn keresztül tudok itt szarakodni, úgyhogy... Meneküljünk meg a Bibbon elkap! Oh no! Az passzal, egyből megkapom a gyűrűket, azt egyből elveszítem őket. Megvan. Szevasz László. Guten Abend. Guten Abend. Good night. Jó éjszakát néked. Már én sem fogok olyan sokáig streamelni egyébként. Nekem is lassan megvan már a 3 óra. Itt tök jó. Good night. Good night guys. És köszönöm szépen a klippeket egyébként. Nem menekülsz örökké. Utolsó figyelme. Bazdmeg anyád. Bazdmeg anyád. Utolsó figyelmeztetést. Menj innen. Hagyd el ezt a helyet. És akkor ez pont, amikor bazdmeg mondja, hogy utolsó figyelmeztetés. Utolsó figyelmeztetés. Hát igazi bazdmeg. Istenem. Nem bánatlanul jött egyébként ez most. Guten Acto. No. Ott lehet beszélgetnek is Knuklessel. Egy nagy fight. Ezért a rákhoz kéne, a rozsdás rákolóhoz kéne megint elmenni, mert azt azzal befejezetten ügyen van. A szumósat azt megbasztuk, meg a izét is. A... Jó, hogyha már itt vagyunk, akkor beszélgessünk vele. Meg azt a Rydert, ezt a rákot, rák, ami nem foglalkoztunk eleget. És tökéletes egyébként, hogy innentől kezdve, hogy megjelent ez a Wyvern, innentől konkrétan az egész pályán folyamatosan repkedni fog. Reckless. Ezt a holdkóros vagyok. Freebird-öt Wyvernnek hallottam. Freebird? Freebird az Wyvernnek. Figyelj már, Knuckles. Kivérte a szélyesnek a támadását. És ez a durva egyébként, hogy hologram képében képes volt kivédeni, ez minket érdekes. Nem tudod, miről beszélsz. Nem tudod, mit mondasz. Nem tudod, miket beszélsz. Túlságosan naív vagy. Túl naív vagy, Sonic. Mindenkiben csak bízol. És ez egy kis puzzle-ke. Puzzle SD. Akint Knuckles. Most nem beszélünk a Knuckles-szel, most helyette megyünk oda, ahova akartunk menni eredetileg. Nekem volt talán a Káosz sziget egyébként úgy tetszik, csak maga a környezete kicsit ilyen, nem tudom, az a kihalt kopár pusztasága kicsit ilyen annyira nem emlékezetes ilyen téren, hogy nem néz ki olyan szépen a területe egyébként. Mint a többiek. Annak is szép, de nem annyira, mint a többinek. Az jó. Megint valahogy Istenben van az a rákocska, az egy nagyon jó kérdés egyébként. Ott van a rák. Ennyi. Hank. Na most gyere! És
száraz gyűrűben nem a legjobb azzal kezdeni, de hát... Az meg. De... Mi a szar? Jó, felviszem fúra a gyűrűket inkább, a gyűrűszámlálót. Nincs a gyűrűket, de én medálokat is lehet szerezni konkrétan a föld alól. Teljesen jó. Nagyon random egyébként, hogy mikor mennyi gyűrűt kapsz egyébként a föld alól. Nem áll. Nem készültem még fel, nincs elegen a gyűrűm még, várjál kicsit. Kicsit meg várjál, mondom várjál már. Ha mindegy, most már az elegendő ez a 436. What? Azaz. Na, ne tesz foglalkozzá! Bazd meg. Megy egy kicsit. Az autokombó az 20 kell. Aha, pont egy skill kéne, bazd meg. Egy skill pont kéne. Na ne! Egy gyűrű megvan. Ne hülyeskedj. Ez az, megvan. 100 gyűrűnek 50 a fele. Tank pedig minket arról lefelé, legében tüzel, lángol, baszogyom, hogy ott is akkor. Az igen. Benne egy költő eszett el konkrétan. Egy költő, egy igazi írásos lélek, egy versmondó, meg minden. De azt tényleg, hogy észrevettem, hogy többnyire általában most, vagy a gyűrűnek a gyűrű mennyiségemnek a felét szedi le általában. Legtöbb esetben. Ez jobb, hogyha a gyűrű kapacitás az kurvára megnöveli az ember, mert az le... Mondjuk a több név, mert hogyha 800 gyűrű van, akkor 400-at vesz le, azt hiszem. Azt hiszem. Úgy emlékszem. Viszont 3-1. Jó, még egy kicsit még esetleg. Nem sokat már, esetleg max mondom, maximum éjfélig esetleg még tolom a játékot, ezt akkor után szerintem már elbúcsúzunk mára. Jó kis árész szigetet át kell adjuk következő streamre majd. Úgy is ez volt általában. Csinálj egy helyben forogva mini köröket, gyorsabban tudsz gyűrűt farmolni. Ilyeneket, ilyen kicsiket? Én sokáig azt hittem egyébként, hogy esetleg, hogyha mondjuk fogom és mondjuk így elkezdek itt több ilyen kis karikát csinálni, és akkor esetleg akkor több gyűrű összejön, vagy nem tudom. De egyébként meg nem. Nagyon random egyébként az egész ilyen téren. Nagyon változó. Egyébként most egy kiáltiságból most, hogyha kikapcsolom ezt a blur effektet, akkor mi lesz? A motion blur szinten akkor nem fog homályosodni? Nem fog elhomályosodni a kép akkor, aha. Mondjuk, hát mondjuk azért valamilyen szinten adott azért hozzá az élményhez az, hogy egyébként gyorsultál fel azért konkrétan érzékelted ezzel a blur effekttel, hogy ilyen rohadt gyorsan szárnyalsz. Ebben még egészen jó is volt ez a motion blur talán. Hmm.
Nem is tudom. Nem is tudom. Most megnézzük ki egy darabig, aztán akkor meglátjuk, hogy most visszaváltoztassam-e, vagy ne változtassam vissza. És helyett inkább el kéne kezdeni egy más izét. Következő pályát megalkotni. 2,4-es. 2/4. Elmosodás mindig is egy nagyon erőforrás igényes jelenség volt. Hát igen. Mondjuk ilyen tényleg nem volt ezzel baj sosem, mert gyakorlatilag a Sony Front 10 nem nagyon laggolt nekem egyébként, hogy teljesítménye, meg maga a gépegénye egyébként egészen baráti és tök jó egyébként széles, szóval nem nagyon laggol a játék. Most az előző tegnapi streamben volt két alkalom, hogy kicsit lefagyott a játék egy pár másodpercre, az ennyi. Azon kívül tényleg semmi. Anyád. Gyere! Aha, micsoda perré! Szóval ilyen tényleg nem volt azzal a probléma esetleg, hogy mondjuk levett volna a teljesítményből, mely így is tök jól mutat. Jaj! Na bazd meg! Meg kell tenni a felfelvezető utat. Most. Ez az, nyertünk. És akkor kezdve kapok egy új izét, egy ilyen bounce pad-et. Jaj! Needed, hogy szükségünk van még 23 darab ilyen izére. Ilyen kokárdára, hogy mi a szar. Kokárdának fogom nevezni. Faszom. Most nem tudunk konkrétan beszélni a Sage-eskével. Viszont már elegendő pontom van ahhoz, hogy felrakoljam az autó bombót. Jó. Hát így viszont akkor kombókat gyakorlatilag automatikusan csinálni fogja gyakorlatilag, főleg hogyha a Phantom Rush módban vagyok, akkor meg pláne, hogy non-stop fogja dobálgatni befele több különböző kombinációkat. Ami hát bizonyos esetekben nem baj, viszont a bossoknál azért baj, a nagy titán bossoknál, hogy mert több optimalizáció kellett volna bele? Nem tudom. Mondjuk én így mondom a 16 gigás RAM-ommal, meg a 8 gigás időkártyám, ami 1080 GTX, 1080-as, meg ilyetes proci, így egyáltalán nem rossz ebben a felállásba. Ezt nem tudom, hogy más esetben milyen lenne. Ez a pályás egyébként tök jó, ennek is tök jó zenéje van. Bazd meg. Az jó. Ezt jól elkúrtam, ezt kezdjük előre az egészet. Egyébként... Zsolt ez egyébként. Arra volnék én kíváncsi, hogy befolyásolja a cyberspace-beli sebességünket az, hogy a nyílt világban, hogy mennyire fejlesszük a speedünket, a top speedünket. Szóval, hogyha most tételezzük fel most, hogyha felfejlesztem a top speedet a open zone-ba, megint elbaszom. Felesleges nyomom az ugrás gombot. Felfejeztem 99-esre, akkor gyorsabb leszek egyébként a cyberspace-be most. Nem tudom, ezt
Nem nagyon vettem egyébként ezt észre, de hát ha esetleg hát tudsz esetleg ezzel kapcsolom mondani. Itt a területeknél azért olyan sok a bevillanás, mert a motor másképp összeomlik. Ha az egész szigetet kéne betöltve tartani maximális felbontása, persze. A Hyperspace Sonic egy általános teljesen elkényített elem, nem hatnak rá a külső dolgok, ja értem. Én már gondolkodtam azon, hogy lehet, hogy amiket néztem videókat, basz, hogy ki az Istenbe csinálják meg-e ezeket a kilométerekre elrepüléseket, miatt még nem mondtad volna ezt, hogy van ez a glitchelés, hogy miatt még izé homing attackolnál, akkor nyomja be pontba a cuccot. Akkor nem tudtam még ezt, hogy így működik, akkor azt hiszem tényleg, hogy konkrétan egy felfejlesz. Hiszem el tényleg. Mi a szarin nyomom meg ilyenkor az ugrás gombot? Kezdjük előről szerintem. Megint. Szóval azt hittem, hogy esetleg a Top Speed-et esetleg fejlesztették, vagy ilyesmi. Cyberspace kívásban van a Cyber a Power Boost lehetőség. Power Boost lehetőség. Értem. De meg a másikat akartam kérdezni, amit most... Azt végül... Nem tértünk-e teljes egészében rá, vagy általában is tehát nem hallottam, nem olvastam el, amire válaszoltál végül. Rá? A challenge módban lehet használni, arcade nem. Ja, értem. Ez érdekes. De nem rossz egyébként, mivel most nyilván azért is jobb ez, mert akkor egy nagyobb kihívást kap a játék nyilván. Szóval amit mondtál egy órával ezelőtt, vagy 40 perccel ezelőtt, hogy megcsinálok minden challenge-et, meg minden szart S-rankra, akkor elérhetővé válik az extrém mód. Ez tényleg igaz egyébként? És van egy extrém nehézségi szint? Ezt nem is tudtam egyébként. Hopp, és egyszerre kettő Chaos Emerald lelőhely vált elérhetővé, a piros meg a sárga is. Egyet már fel is vettünk. A böccsáfile FM. Egy ütés is halott vagy, az igen. De hogy egy ütés is halott vagy? Úgyis, hogy ez egy gyűrű van rajta, és úgyis meghalsz. Nem az, hogy... Egy ütés, és akkor gyakorlatilag az összes gyűrűdet elveszted. Nem? Nincs olyan? Még azért az komoly nehézség. Ja igen, game over. Azt tudom, hogy érci. Hát akkor viszont akkor azt jelenti, hogy... Ja... Akkor a extreme módban konkrétan felesleges gyűrűket felvenni. Akkor felesleges gyűrűket felvenni, akkor mi gyakorlatilag úgyis ugyanúgy. Én nem próbáltam szóval, nem tudom, de a gyűrű még talán véd, ha csak azt veszted el. Ja. Én sem próbáltam egyébként, mert... Első végjátszásnál egyébként pont, hogy mindent megcsináltam S-rankra a izékben. A Cyberspace pályákat. Kivéve az 1-2-nél. Az első sziget második pályánál, gyakorlatilag ami a legnehezebb, amivel szenvedtünk az elején, azt nem tudtam megcsinálni S-rankra, csak A-rankra. Az nem sikerült nekem akkor.
Hoppáska. Mekkora erőnk van, figyeld meg. Telepatikus erővel, telekinézis erővel, Jedi elme trükkökkel, mindennel, az erővel tudjuk fogni, betűk fogni, és el tudjuk helyezni ezt a jó kis rakétácskát. És ki tudjuk lőni vele a cuccot. Azt hiszem ezt kell kilőni így. Ennyi. Egyébként akármilyen hülyén is hallaszik, de esküszöm ezek a kihívás módok. Egyébként esküszöm, ezért a... Mi a Challenger-ben várj kerülje többé? És akkor nem is a cyberspace pályákat kell csinálni esküszöm, hanem a izét a Challenger-eket? A kihívás módokat? Egyébként a Battle Rush mód az tényleg nem egyszerű egyébként esküszöm csinálni. Na, próbálgattam, de jó, nem sikerült. Cyberspace Challenge-eket egyébként már sem csináltam, nem is próbáltam még ki őket. De még az arcade-ba, ott szerintem az semmi nem változik, nem az arcade módba. A Cyberspace Challenge-eknél ott gondolom ott akkor teljesen mások a kihívások, nem teljesen mások a feladatok, mint ami itt a Conquest Story módban van. És a... Hogy ez az arcade mód, viszont az teljes egészében a... ugyanolyan, mint a story módban csinálnád a izéket a cyberspace pályákat. Még az arcade módot sem próbáltam még ki egyébként. Nézem azt, hogy most melyiket érdemes inkább most elkezdeni. Itt inkább csak azt sem, hogy fogom azt ezeket a kis pályákat, a map részleteket szépen felállokoljuk ezekkel a kis puzzle-ökkel. Ennyi. Arcade mód egy lehetőség arra, hogy újra tud játszani a Cyberspace pályák bármelyikét. Ez akkor csak annyi, igen, akkor azt semmiben sem változik. De a Cyberspace Challenge-ek, akkor azok ott a teljesen más. Akkor. Ez azt jelenti. Ott az a Nebona. Muzsika. Desert Ruins. Arra leszek kíváncsi most, mert ezt nem tudom pontosan. Olyan melyik szigeten található A vagy A Open Your Heart, vagy B a Live and Learn. Melyiket talál, melyik szigeten van. Amiket ne is mondd el. Ne is mondd el, majd rájövök. Mert... akkor legyen meglepetés, akkor majd úgyis mindent fel fogom szedni, úgyhogy teljesen mindegy. És felveszünk mindent! Side story. Mi ezek a side story gyakorlatilag egy beszélgetéses szikvenszek? Hol ikon? Egyrészt kérdés folyamatosan dobálja be a pályákat és mérje az idő. Folyamatosan dobálja pályák, az igen. Először szigetenként, majd mind a három szigetet egyben is letolja. Egyben? Az igen. Mondjuk az úgy nem rossz. Izg is lehet. Hát már maga az önmagában eltégethet kihívásokat. Hogyha azt megcsinálod, akkor S-rankra, akkor válik elérhetővé az extreme mód. Extreme nehézségi szint. Ez a hármód is gyakorlatilag szerintem pont hasonló. Hát igen, ilyen a izé. Ilyen amikor autókombóba gyakorlatilag tol mindent. Az állat. Van külön a... Három is lesz egy All Islands. Vagy valami ilyesmi. All Island, az igen.
és akkor megállás nélkül tonot kell letettod az összes pályát, azért sok. De az hosszú azért. Órás szinten fixen lehet. Ott van a power boost. Megállásnék nyomni kell, és mindent esse, amikor azért az kemény. De csak de olyankor csak a pályát magát kell esse csinálni, hogy magát a időben beírni a célba. Vagy magát meg kell csinálni az összes többi ilyen mellék tevékenységet is, hogy összegyűjteni mindegyik restylinget, összes gyűrűt, meg stb. Ezek is kellenek? Vajon? Időt nézi, benne kellene az időben, és akkor jó vagy, ja, akkor ennyi. Még malapból egy per kettő spályával, mert gyakorlatilag ott megszenvedett szerintem. Már ott beszapod a faszt szinte. Hát legalább, legalább az elején van ez a nehéz tudsz, és nem az, hogy akkor utolsó pályának a utolsó ötti területén, utolsó ötti izé pályája, utolsó ötti cyberspace pályája. A legnehezebb esetleg. És akkor mondjuk kezdenéd esetleg előről az egészet. Elejétől a végéig. Megmondom, hogyha egy nem vesz meg S-sankra, akkor előről kell kezdeni az egészet. Újra meg tud próbálni, gondolom. Újra legyen lehetőséged a próbálkozásra. Próbálkozása! Ennyi. Még ezt a pályát megcsináljuk még teljes egészében fullra. Aztán megyünk mára. Én már is kezdek már fáradni azért. Azért levitt az élet rendesen azért ez a boss fight. Azért is akartam kicsit későbbre hagyni azért, mert tudtam, hogy energiám a teljes egészében leviszi. Alakulunk a pályákkal, meg a restárok is, akkor már csak egy darab kell. Ennyi az meg. Megvan egy pályán az egész. 48 másodperc alatt. Ennyi. Minden megvan. Az első titán nem lesz meg es, akkor azt hiszem, hogy tovább sem enged a kői szigetre. Igen, igen. Igen, mert én már egyszer kipróbáltam a betörés módot, és azt meg is néztem, és az nem lett nekem, és az B-rank lett, azt hiszem, hogy az első, majdnem az összes ellenség S lett, csak azt hiszem az utolsó előtti lett már csak A, és aztán meg a titán boss fight meg csak B vagy C lett egyébként. De ott is azért baszki, mert megint elvitt a hév engem, és nem akartam olyan gyorsan befejezni, és ott megint a hév elragadott engem, és megint az volt, hogy bazeg izé. És megint az volt, hogy nagyon sokáig akartam ütlegelni, kicsit egy ilyen izgalmassá tenni az egészet. Nem arra hajtottam, hogy milyen gyorsan van megöljem, hanem hogy izé. Hogy milyen később legyen meg. Mert egyszerűen ez a titán boss fight-nak minden perce kincs, minden perce egy istenség. Nos, viszont szerintem most itt, és itt, és most kilépünk mai napon a streamből, kilépünk a játékból, back to title, éppen a Cyberspace Challenge
Conor Silent, de ha itt is úgy működik. Betörés mód. Egy célett. Hát egy kicsit többet a izé, ha kevés BS rang. Arcade mód meg a gyakorlatilag ezek.